Sziasztok! Ebben a filmben egy egyszerű és gyors melegszendvicset fogok megmutatni nektek. Tudom, a deszkának kicsit most puccos a hozzáadatnak a felpakolása, de egyúttal meg szeretném mutatni nektek azt is, hogy ha van időnk erre előkészülni, akkor ebben a formában kedvet lehet hozni a falatozáshoz, akár egy kis étkű gyereknek is. Miért? Mert hogyha ilyen szendvics van, akár ezt egyébként pizzával is el lehet játszani, és éppen nem rohanunk reggel az iskolába, akkor a gyerekek maguknak pakolhatják fel a feltéteket a szendvicsre, és ezzel szerintem nagyobb az esélye annak, hogy meg is eszik azt, de legalábbis egy próbát mindenképpen megér. Ha nem puccoskodunk, akkor higgyétek el, hogy ez a meleg szendvics a világ leggyorsabb meleg szendvicse. Gyakorlatilag amíg a sütő felmelegszik, addig a bagetteket szétvágjuk, megpakoljuk a hozzávalókkal, utána berakjuk a sütőbe, hagyományos sütésre, ezt követően grillezzünk rá, és tokkal, vonóval együtt 15 perc alatt készen van az egész. Utána pedig futhatunk az iskolába tovább. Mi a titka ennek a gyorsaságnak? Hogy olyan bagettet vagy olyan termékeket használunk, ami már elősütöttek. Ugye ezeket beszerezhetjük, rengetegféle fajta létezik, és ezeket kell csak készre sütni a feltétekkel együtt. Természetesen reggel, amikor futunk, akkor nem ennyi feltéttel dolgozunk, hanem csak egy-két dolog, amit éppen találok a hűtőbe. Ezt azért pakoltam most föl, mert nálunk ezek a gyakran előfordulók, és ezeket kedveljük mi. De természetesen ezeket te tudod variálni, hozzáadni, elvenni, ahogy gondolod. Teljesen jó variálható a történet. Nézzük is akkor meg, hogy hogy készül el a meleg szendvicsünk. Mi nagyon szeretjük a békönt feltétnek, azt előfőzzük, elősütjük. Előfőzni azért kell, mert nagyon sós íze van, tehát nagyon domináns sós íze van, és ebből csökkenteni szeretnénk. Illetve azért sütjük elő, mert hogy így sokkal ropogósabb lesz majd a végeredmény. De nagyon fontos az, hogy a sütésnél figyeljünk arra, hogy nem készre sütjük. Ha készre sütjük, akkor viszont kiszárad a sütőbe. Amennyiben futós reggelünk van, tehát nagyon-nagyon gyorsan kell elkészítenünk, akkor én azt szoktam csinálni, hogy egy minimális vizet teszek alá, hogy minél hamarabb fel tudjuk azt forralni. Kifőzzük belőle a sót, leöntöm a vizet, utána a békön alá még lehet egy kis zsiradékot még becsepegtetni, és utána, ahogy mondtam, nem készre sütjük, de egy pici kis szint adunk neki. Most ráérősre veszük a figurát, ezért egy picit abáljuk. Most látható, hogy a békön az nem túl vastag, tehát nem órákra kell gondolni. Én szerintem egy 15 perc bőven elég, és ezt mutatom meg. Jó, tehát akkor a békönnel kezdünk, hogy addig az dolgozzon, amíg a többi feltéttel foglalkozunk, illetve a bagettekkel foglalkozunk, és még amíg el nem felejtem, a sütőt már be is kapcsolhatjuk akár most is, hogy előmelegedjen. A békön abálódik, úgyhogy daraboljuk fel a bagetteket. Én ezt mindig úgy oldom meg, hogy három egyenlő részre osztom. 1, 2, 3, majd utána ezeket félbe is vágom. Jó, akkor kezdjük az elsővel. Így. Mindig azt nézem meg, hogy mennyire billeg a bakett, hogyha ez most annyira nem billeg, de ha mégis billegne, mert hogy túl kerek, akkor egyszerűen egy talpat vágok neki, az pedig úgy kell, hogy lehámozzuk, mint hogyha lehámoznánk. Így mutatom meg. Jó, tehát levágok egy ilyen nagyon-nagyon pici kis felületet, és látható, hogy tök stabilan áll. Jó, tehát akkor ezzel a módszerrel elkészítjük az összes bagettünket, ezt félretesszük. Úgy, ez billeg. Úgy, most már jó, ez jó. Mielőtt még a feltétet rátennénk a bagettekre, én vagy paradicsompürét, vagy pedig vajat kenek alá, a feltétek alá. Hogyha vajat kenünk alá, akkor figyeljünk arra, hogy ha például kolbászos feltét kerül rá, az önmagában még ugye egy kis zsiradékot fog kiengedni magába, ne ázzon el a bagettünk, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A paradicsompüré esetében pedig egy teljesen mezei, hagyományos paradicsompüréről van szó. Nem ízesített, cukor sincs benne. Engem abszolút nem zavar, hogyha a peremére kerül a paradicsompüré, az egy picit megég. Lehet, hogy egy nagyon halvány keserű lesz, de hát pizzát is fogyasztunk? Igen. Annak ugyanezt történik a peremén? Igen. Zavar minket? Nem. Jó, tehát én ezért szoktam ezt használni.
És akkor jöhetnek a feltétek. Végül miatt még a beraknánk a sütőbe, a sajt kérdés. Ugye sajtot fogunk rászórni, reszelt sajt és kockázott sajt az, amit fel tudunk használni. Ugye valaki ezt, valaki azt preferálja. Ugye amikor reszelt sajtot használunk, illetve szórjuk rá, akkor beborítjuk vele a szendvicsünket. Egy szép ilyen paplant fog majd létrehozni, ami gyönyörű szép barnára, ilyen hólyagosra meg fog majd sülni. Én azért preferálom a kockát, azt nyomokba elhelyezve gyakorlatilag, mint egy pizzán, van lehetősége a többi feltétnek is sülnie. Noha egyébként problémát nem okoz a reszelt sajtos beborítás sem, mert minden feltét már sült és főtt, úgyhogy semmifajta egészségügyi problémát nem okoz, de én jobban szeretem, amikor egy kicsit pirulgat a többi feltét is. Biztos vagyok benne, hogy egyébként a reszelt sajtos verzió is nagyon finom, tehát ha te azt szereted, akkor azt csinálod.